azzal nem bírok. Én esténként nem szoktam eljárni, nem találok dolgokat. Bocs, de én... Remélem, ha összeházasodunk, nem fogsz örökké sülni. Vidákovics Szláven rendezésében láthatja a közönség a Primadonnák című művet a Pécsi Nemzeti Színházban. Stábunk egy különleges alkalomból látogatott el a bemutatóra, ezúttal ugyanis a művészek nem mindennapi nézők előtt adták elő a bohózatot. A közönség soraiban hivatásos és önkéntes tűzoltók, illetve családjaik foglaltak helyet. A zárt körű bemutatót ajándékba kapták a lánglovagok, akik a nemrégiben a Mecsegen keletkezett tűz eloltásában vettek részt. Talán senkinek sem kell mesélni róla, hiszen ez a tűzeset Pécs történetének eddig egyik legnagyobb tűzesete volt. Ennek a kapcsán kereste meg a katasztrófavédelmet a Pécsi Nemzeti Színház, hogy szeretne meghívni minket a Primadonnák című előadásának főpróbájára. Hát nagyon megtisztelő és megható számunkra. Nagyon örültünk a meghívásnak, és természetesen szeretettel fogadtuk, és jövünk el több mint 340-en erre az előadásra. Baranya megye valamennyi tűzoltóságáról érkeznek a mai napon tűzoltók, illetve hát a családtagjaikkal közösen, illetve önkéntes tűzoltók is, ez is nagyon fontos, hiszen nekik is oroszlán részük volt a tűzoltásában, de Tolna megyéből is érkezik tűzoltó. Rendezői koncepció, hogy a bohózat írott szabályai szerint nevettet, miközben érzékenyen rezonál a shakespeare-i párhuzamra, nem utolsó sorban igazi komédiás jutalomjátékot kínálva hőseinek. Most azonban új ösvényt törünk, és különleges élményekkel köszönjük. Két angol színművészt köszöntetünk egyenesen Londonból. Elképzelni is nehéz, hát még kimondani. Egészségedre. Köszönöm. Máskor is. Shakespeare jelenete címmel a magas művészet csúcsát hozták el nekünk, hogy kultúrálódjak. A tűzeset kiemelkedő méretű esemény volt az igazgatóság életében is. Nagyon sok szert, nagyon sok kollégát kellett mozgatni, és a veszélyeztetett érték is nagyon nagy volt. Örülök, hogy ezt magunk számára is megnyugtató módon, és szerintem jó minőségbe tudtuk rendezni, meg tudtuk mutatni Baranya megye lakosságnak és az embereknek, hogy mit csinálunk, mivel foglalkozunk, és képesek vagyunk arra, hogy az ő biztonságukat szavatoljuk. A felkérés, illetőleg a lehetőség, hogy eljöhetünk színházba, kicsit elérzékenyültem, hiszen mi ilyen komoly eseményeket, halált is beleértve látunk minden nap, ebben már megedződtünk, már amennyire lehet. De szüksége van a kollégáimnak kikapcsolódásra, szükségük van szórakozásra, és nem beszélve arról, hogy ekkora nagyméretű, nagymúltú és híres intézmény, mint a Pécsi Nemzeti Színház vendégül lát bennünket, nagyon hálásak vagyunk érte, és biztosak vagyunk benne, hogy nagyon tetszeni fog az előadás. A darab folyamán végig ott lebeg a nagy előd Shakespeare Vízkereszt vagy amit akartok című komédiája, melyből a Primadonnák karaktereit kölcsönzik. Extra megavarva, Leo! Először is! Hol marad a tisztek? Egy! És az elemi udvariasság? Nem olvasták a szólólapokat! Direkt kitettem a bejárathoz a legjobb kritikátok! Varázslatos előadás! Zöldpettyes kapica rejtvényünk sem! Lenyűgöző élmény! Vagok világjára magazinja! Géniusz az évtized legmegrendítőbb színházi estéjén, New York Times! Azt te találtad ki! Mint Shakespeare Vízkeresztjében az önfelett komédiázás mellett fény derül gyarló emberi tulajdonságokra, lelepleződnek álságos társadalmi viszonyok is. Úgy Ken Ludwig sem hagyja bohózata nézőjét minden tanulság nélkül. Amikor láttam ezt a tragédiát, nevezhetjük nyugodtan tragédiának, ami történt szeretetvárosunkban, ismét rögtön azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnánk meghálálni ezeknek az embereknek, hogy megmentették az életünket, és segítettek eloltani ezt a tüzet. Gondolkoztam, hogy a rendelkezésünkre álló lehetőségek közül mi az, amit fel tudunk ajánlani, és természetesen lévén színház vagyunk, rögtön színházi előadástra gondoltam, azon belül is arra, hogy egy felhőtlen estéjük legyen ezeknek a kedves embereknek, akik ilyen professzionális módon végzik a munkájukat, és erre azt hiszem a legkiválóbb alkalom egy bohózat megtekintése, Ken Ludwig Primadonnák című bohózata, aminek volt már egy előbemutatója, és már azon is nagyon nagy siker volt, és nagyon sok nevetés hagyta el a nézőteret.
úgyhogy bízom benne, hogy nagyon jól fognak szórakozni, és jó időre, újabb évtizedekre elfelejthetjük ezeket a történeteket, és nem lesz újra ilyen tűzvész Pécsen. Nagyon bízom ebben, és bízom abban is, hogy a kedves tűzoltók és katasztrófavédők közül, akik ma eljönnek színházba, és mondjuk még nem jártak színházban, vagy a Pécsi Nemzeti Színházban életükben, nem ez lesz az utolsó alkalom, illetve akik rendszeresen járnak, ezzel a tevékenységükkel nem hagynak fel a jövőben sem. Az előadás két főszereplője, Götz Attila és a Takaró Kristóf, tulajdonképpen egy alapbohózati téma, két fiatal színész egy örökség megszerzésének a reményében beöltözik nőnek, ugye hát nagyon szellemes és vidám az alaptörténet. Az, hogy menet közben milyen buktatói vannak ennek, hogyan próbálják megszerezni az örökséget, az pedig legyen már az este titka, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, egész évadban műsoron tartjuk ezt a bohózatot. Nagyon nagy örömömre lekopogom óriási az érdeklődésre, ahogy műsorra tűzzük, rögtön el kellnek a jegyekre, azt gondolom, hogy mindig, de a mai nehéz időkben még inkább szükségünk van a szórakozásra, és arra, hogy élményekkel feltöltve távozzunk a Pécsi Nemzeti Színházból. Ez olyan szórakoztató, mint a vak nézne egy néma filmet! Menni vagy nem menni? Az itt a kérdés. Akkor nem ez balélek, a tűnik balsorsa, minden nyűgés... Valami, nem is hallom!